Na szavaztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a rövid kis videóban elkészítjük ezt a Food champs SBC-t. Ugye most Londonban három napig tart az a Food Champions Cup. Lehet megint a Twitch csatornát, az EA Sports Twitch csatornájához linkelni. Ugye az EA Sportsnak a Twitterén kim van hogy hogy kell ugye ezt belinkelni, és akkor, hogyha nézzétek a közvetítést, akkor lehet mindenféle pakkot, meg talán, meg néha a speciális kártyákat is nyerni, tehát lesznek droppok a hétvégén, tehát érdemes nézni a közvetítést, mert vélet a játékosokat, akik kapnak mindenféle cuccot. Megint kaptunk egy ilyen Food Champions kupos uh, SBC-t, ezt a múltkor elfelejtettük megcsinálni, mert kifutottunk az időben, mert csak azt hittük, hogy este hétig jó, aztán kizetett, hogy csak vas, úgyhogy most megcsináljuk. Úgyhogy egy Rare ami egész jó pak. Szóval, az angol játékos kell bele minimum 6, hát én az egészet a nem eladható angol játékosainkból megcsináltam, minimum 3 klub, 4 játékos az bőven megvan, mert 5 van benne, ugye aranynak kell lenni az összesnek, és 75-ös chemistry. Úgyhogy ez egy nagyon könnyű kis uh, SBC szerintem. Van benne 11 nem eladható angol játékosom. És akkor ez a Food Champions Cup SBC elkészült. 55 k pakkot ad, úgyhogy ezt most ki is fogjuk nyitni mondjásra, azonnak nyitjuk. Nem keverem be, meglátjuk, hogy 55 k pakból jön valami értelmes. Nem, ez nem lesz walkout, be kellett volna talán keverni, de egy boardnak board. Ez egy a 80-as szar kejta van a pakba. SBC-be jó lesz, más nagyon nem igazából. Akkor ez így jó Van benne még egy 8 szám, és meg 9 duplikát, tudjuk. Úgyhogy, srácok, ennyi lett volna ez a Food Champions Cup SBC. Ugye ebből régen minden nap jött egy, most csak egyet dobnak ki három nap, a, Azt hiszem két és fél vagy három napig lehet megcsinálni. Ez kicsit szerintem baromság. Régen jobb volt, amikor minden nap jött egy ilyen SBC, de hát ez van srácok. Hát meg a pakot adott, de ebben most lófasz nem volt. Azért ha egyszer dobjatok rá egy lájkot. Like csipi voltam, szevasztok!